hogyha nagyon zavaró, akkor esetleg sebészeten el lehet távolítani, nem szükséges, nem indokolt. Az onkológián belül is kiemelt feladata a melanomáknak a korszerű kezelése, hiszen ez az egyik legagresszívabb és legkülönösebb, legszokatlanabb viselkedésű daganat. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy centrumokban történjék az ellátása, ahol rendelkezésre áll a korszerű diagnosztikának és terápiának minden eszköze. Tekintettel arra, hogy új gyógyszerek jelentek meg a melanomában, amik a molekulár patológiai leletekre támaszkodnak, alapvető feltétel a molekulár patológiai vizsgálati lehetőség rendelkezésre állása, de hát a klasszikus vizsgálati módszer és eszközök is fontosak. Emellett rendelkezni kell CT-vel, MR-rel, mert hiszen a távoli áttéteknek a megjelenítéséhez ezekre a berendezésekre szükség van, a PET-CT-re is szükség lehet. Az elsődleges ellátásban a sebésznek, illetve hát a sebésszel együttműködő onkodermatológusnak, bőrgyógyász onkológusnak van szerepe, aki tulajdonképpen kimondja a diagnózist, és a diagnózisból következik az, hogy milyen sebészeti megoldást alkalmazzunk. Tehát a sebészet szerepe vitathatatlan a melanoma elsődleges ellátásában, illetve a továbbiakban is. Örvendetes, és most for ponton vagyunk, ugyanis új gyógyszerek jelentek meg a palettán. Ezek még nem teljesen kiforrott terápiák, bár már elfogadottá váltak Amerikában és Európában is, de természetesen további tapasztalatok szükségesek ahhoz, hogy milyen esetben, milyen betegnél, milyen fázisban alkalmazzuk ezeket a gyógyszereket. Ezek négyes stádiumú betegeknél, tehát távoli áttétben szenvedő betegeknél alkalmazandó gyógyszerek. Ha valakin új anyajegy jelenik meg, mindenképpen forduljon-e bőrgyógyászhoz, illetve hát orvoshoz? Ha valami újat észlelünk, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz. Hát persze ez csak így nagy vonalakban érvényes, mert új anyajegyek jelentkezhetnek gyerekeken, különösen serdülőkorban, tehát nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez kóros, de akinek például serdülőkorban sok anyajegye jelenik meg, az annak feltétlenül el kell menni, szülőknek feltétlenül orvoshoz kell irányítaniuk a gyermeket, vagy fiatal serdülőt, mert rizikócsoportba fog tartozni. A kezelésében változatlanul a sebészetnek a prioritása elvitathatatlan, azonban hozzátartozik a műtéthöz a Sentinel, az őrszemírok csomó vizsgálata műtét közben, ami komoly műszerezettséget igényel, hozzátartozik a rekonstrukciós sebészet, rendelkezésre állása, a besugárzás és a gyógyszeres kezelés. Tehát a melanoma kérdésköre kezdve a megelőzéstől egészen a kezelésig és a rehabilitációig rendkívül összetett kérdéskör. Szervezetünkben a D-vitamin termelődéséhez napfényre van szükségünk, de nem az intenzív sugárzásra. Ezért napfürdőzésre mindig a kora reggeli, délelőtti vagy a késő délutáni órákat válasszuk. Vannak olyan napszakok, amikor a sugárzás rendkívül intenzív, ezt mindenféleképpen célszerű elkerülni, a D-vitamin termelődéséhez pedig nem kell intenzív napsugárzás. A melanoma keletkezéséhez viszont igen.